1985 volt, amikor először megjelentem a Bolyhádi gimnáziumban, úgynevezett atlétika edzésen. Persze akkor még 10 éves fiatal gyerekként ez inkább egy ilyen kaland volt az osztálytársakkal, hogy itt a nagyok között el lehettünk, messze nem gondoltam még arról, hogy én atléta leszek, de ott nagyjából a sportági kötődésem eldőlt. Azt követően Csábrák János tanárot tanítványaként nagyon sokáig az akkori 2. számú általános iskolában végeztem atlétikai munkát. Én amúgy a Vörös Marti iskolában jártam. És a továbbtanulás egyértelmű volt, hogy a Bonyhádi gimnáziumban szeretném folytatni, és itt Onodi tanár úr vezetésével tovább ment ez az atlétikai pályafutás, és akkor másodikos, most jelenleg 10-esnek mondjuk voltam, amikor kacsingattam a mérnöki pálya felé, de engem nagyon érdekelt a hajózás, a hajómérnöki, tehát abban az időben pont ez a terület volt az, ami visszaépült, és az egyetemmel fölvéve a kapcsolatot jelezték is, hogy hát itt most nem fog indulni ilyen képzés egy ideig. Úgyhogy akkor arról letettem, és utána leültünk Onodi tanárúrral, és én akkor eldöntöttem, hogy testnevelő leszek. Az egyetemi évek kimozdítottak innen az Alma Mater környezetéből, de amikor végeztem és azon gondolkodtam, hogyan tovább, akkor egyre inkább ide-vissza találtam. Eleinte nem volt állás lehetőség itt Bonyhádon, és akkor hát a tanár úr segítségével Pakson kezdtem el én testnevelni. Nagyon szép másfél év volt, de utána jött egy lehetőség, hogy van itt testnevelői állás Bonyhádon, és az Alma Mater visszarántott saját magába. A kettősség ugye a testnevelő edzőségben, hogy testnevelés órán ugye minden gyermekkel találkozunk, egészen más a küldetés a testnevelés órának, mint az edzői munkának, de szerintem egy nagyon szép ötvözete ennek a szakmának, amikor mind a kettőt össze tudja fogni az ember. És tulajdonképpen a testnevelői tevékenység ilyen szempontból már nagyon szépen belesimult az edzői munkába. Tulajdonképpen én nem is tudtam már végén szétválasztani igazán, de nem volt ebből semmi ellenmondás a hétköznapokban. Amikor felkértek engem a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatói tisztségére, akkor tudták, hogy egy testnevelő edzőről van szó. Pontosan ismerték a Bonyhádi gimnáziumnak az úttörő szerepét szerintem annak a modell megteremtésében, hogy tanulás és akár nemzetközi szintű sport a korosztályban. És biztos vagyok benne, hogy ennek nagy szerepe volt, hogy most ebben a funkcióban ezt tudom hozni magammal. Az ember a saját közegével ismeri, az a legnagyobb elismerés. Nagyon sok díjat kaphatunk különböző fórumokon, de amikor a legközelebb állunk, a hozzá legközelebb állunk, és most azt mondom, hogy a város és a városban élők ezáltal kifejezik elismerésüket, én úgy gondolom, hogy ez a legmagasabb pontra kell kerüljön a szegénységet.